Sziasztok, Lacaik és a Mozaik Online-t nézzétek, eljöttünk egy különleges könyvbemutatóra, Kővári Anettnek a könyvbemutatójára, és hát itt van mellettünk Weber Gábor, na hát nem akarom dobálni. Gábor, először rólad, ha jól számoltam az előbb fejben, 11 éves szakkommentátor vagy, a Forma 1 szakkommentátora, jól? Na, és hát ugye mellette te még autót is versenyzel, vagy versenyeztél, mi áll hozzád közelebb? Ez mindig érdekelt, mi izgat jobban? Kommentál, vagy maga az autóversenyzés? Nem tudom külön választani, kettő egybe. Az autóversenyzés úgy általában, és annak minden oldala. Azért nem tudok megmondani, ez eszembe jutott ez a kérdés, egyébként idefele jövett, nem azért meg azt számítottam rá, hogy megkérdezik, csak úgy bennem volt, hogy az Anett lehet, hogy a könyv kapcsán ez szóba fog kerülni, az az autóversenyzés és témakönyvben. És igazából az autóversenyzés úgy általában érdekel, és mondom, még a szerelés része is, tehát én ugyanúgy a srácok, hogy ott szeretek állni a műhelyben, vagy hogyha azt szerelnek benne a garázsba egy versenyhétvégén, mint ahogy a versenymérnökkel is szeretek a telemetriába elmélyedni, ugyanúgy imádok az autóba ülni és versenyezni, és szeretek beszélni róla. Tehát igazából nincs olyan aspektusa, amit ne szeretnék, és innentől kezdve nem is tudom leválasztani magamról egyiket se, tehát pont annyira vagyok autóversenyző, mint amennyire vagyok szakkommentátor. Most azon gondolkodtam a kanadai nagydíj alatt, hogy a Szújó Zoli kollégádnak elhangzott a szájából egy olyan mondat, hogy elnézést a nézőktől, hogy mostanában túl sokat nosztalgiázunk. Én örülök, hogy nosztalgiáztok, és azon gondolkodtam, hogy amikor te csak úgy vagy, úgy gondolkozol, eszel, hogy csak az autósport jár a fejedben? Vagy el tudsz ettől nagyon vonatkoztatni? Mert annyira mondjátok a lexikális dolgokat, hogy csodálkozunk. Egyáltalán nem. Rengeteg dolog érdekel. Rengeteg dologgal is foglalkozom, amilyen tényleg sokan hiszik azt, hogy én szakbarbár vagyok, de nem, egyszerűen így megmaradnak. Tehát ami érdekel, az a kapcsolatban egy csomó dolog megmarad. Rengeteg időt töltök a lányommal, amikor velem van, akkor próbálok vele annyi programot csinálni, és olyan szinten, amit tényleg élvezi, és ő is most kezdett el versenyezni, szinkronúszik. Ez nekem is egy nagy élmény, hogy más szempontból nézhetem a sportot, a versenysportot, úgyhogy kívülálló vagyok, de mégis involválva is vagyok. Például néhány éves, másfél éves szerelmem egymászás, ami most pont ilyen felkapott téma az Erős Zsolt halála miatt, és a Kis Péter halál miatt, de érdekel. De önmagáért érdekel, ez egy önző dolog. Nyilván van bennem egy adag egoizmus, kiben nincs, csak ki az, aki nem ismeri be, én leismerem, de le tudok mondani dolgokról. És ez pont a egymászásban az érdekel, hogy önmagában érdekel fölmenni egy hegyre magamért. Tehát nem azért, mert most utána megírják a lapok, vagy bármi. De pontosan tudom, hogy ez pont olyan, mint a horgászás. Hogy ott ülök, és nekem jó, meg annak jó, aki horgászik. Senki, nem jó nézni se. Tehát nincs sportértéke olyan szempontból, ami egy normál elfogadott sportnak a sportértékét adja, hogy tudsz vele azonosulni, hogy nézni tudod, hogy drukkolni tudsz, hogy megmozgatja az embereket, hogy inspirálja az embereket. Itt maximum van egy hír, lejöttél, nem jöttél le, odaértél, nem értél oda. De magán az úton végigmenni, az engem érdekel. Valószínűleg nem fogok már 42 éves, még 41 éves, de lassan 42 éves fejre ebbe belevágni, de mondjuk ilyen szolid szinten igen. Tehát például a Glossgrocknerre lehet, hogy most nyáron az egyik barátommal fölmegyek, tehát azért valamilyen szinten mégiscsak meg szeretném kóstolni. De sok mindennel foglalkoztam az autóversenyzésen kívül is, snookereztem, 10 évig versenyszerűen fociztam, sok-sok sportágat űztem, és imádok sportolni. Tehát nem vagyok teljesen begyöpösödve csak az autóversenyzés irányába, de mondjuk az van a hegy csúcsán, hogyha most a hegymászos hasonlatot kell hozni. És még utoljára, mielőtt rátérnénk a könyvre, többször említetted itt Kövári Anett sajtótájékoztatóján, hogy te vagy Anettnek a megmondó embere, és ebből adódik a kérdés, hogy nálatok Szújó Zolival van egyes meg kettes számú, mint a Forma 1-ben a versenyzőknél, mert hogy néha úgy érzem, hogy mondjuk Szújó Zoli belekezd egy sztoriba, de közben valami történik, és te hangosabban valamit mondasz, és ott vége annak a sztorinak. Nincs, mert hogy más a szerepünk. Ugye próbáljuk egymást kiegészíteni, és az a jó, hogyha valahol a két szerep kicsit külön válik, de kicsit egybe is mosódik. Zoli a vezető kommentátor, ő viszi a szót, ő adja a keretét annak, ami történik. Ő a biztos pont, ő köszön be, ő búcsúzik el, ő mond el minden olyan infót, amit el kell mondani a kommentátoroknak. Én pedig töltöm ki szakmával. Tehát az nem azt jelenti, hogy a Zoli nem tölti ki színes dolgokkal, hiszen rengeteget tud a Forma 1-ről, 10 éven keresztül járta a versenypályákat. Valóban a box utcában például a Zoli jobban otthon van, mint én, mert sokkal több embert ismert pont azért, mert 10 éven keresztül minden futamon ott volt. És viszont a dolog szakmai része, tehát a technikai vezetői része, versenyzői része, az viszont nekem van a vénámban.
és innentől kezdve tudjuk marha jól keverni, vegyíteni ezt, és vannak olyan esetek, amikor mind a ketten hozzá tudunk szólni, van olyan, ami egyértelműen az ő pályája, van, ami az enyém, és ez kell valahogy egy jó ritmusban, nem egymás szavába vágva, de mégis egymáshoz kapcsolódva, és onnan tovább gördítve a labdát végigvinni. Azt gondolom, hogy ezt folyamatosan, Zolvi, ugye új páros vagyunk idén, ezt folyamatosan csiszoljuk, azt gondolom, hogy jó irányba vagyunk.